Közös énekléssel kezdődött a Zsoltár és Népdal éneklő verseny szerda délután a Magvetőben. A megmérettetésre idén a Református Általános Iskola 106 tanulója jelentkezett. Szeretnék minél jobb eredményeket elérni, és azért szeretek énekelni, mert ilyen, így nem tudom, erőt ad. Jézus hibázunk, morajlik. A versenyen a gyermekek a református énekeskönyv több száz éves dalai közül adtak elő egyet-egyet. Emellett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származó népdalokkal készültek. Én néptáncolok kiskorom óta, ezért szeretek énekelni, ezért jelentkeztem. És szerintem nagyon jók ezek az énekek, és szeretem őket énekelni. Dicsérjétek minden népek! A református iskolákban mindig nagy hagyománya volt az énekoktatásnak, a gyermekek az órák mellett az istentiszteleteken és áhítatokon is gyakran énekelnek. A Magvetőben évek óta megrendezik ezt a megmérettetést, ami egyben a Béres Ferenc Országos Énekverseny helyi fordulója is. Évfolyamonként első osztálytól 8. osztályig a gyermekeknek két éneket kell énekelni, a református énekeskönyvből egy zsoltárt és egy olyan népdalt, amit Budapesten az országos versenyen határoztak meg. Az évfolyamonkénti első helyezett diákok tovább jutnak az országos versenyre. A református népdalgyűjtőnek emléket állító verseny országos döntőjét március 23-án rendezik meg Budapesten. Csak